İşte bazen uyuyor ya kuy foyu kakıyım. Most mondjátok, hogy nem jó playlistet választottam egy rendőrös játékhoz. Istenem. Oké. Okay. Tehát aki... aki ismeri a Valami Amerika 2-t, annak szerintem ez az utóbbi zene az nagyot ment. Hát az az igazság, hogy volt még egy negyedik, az pedig a belgától a rendőr munka volt. De úgy éreztem, hogy ezt most nem. De az Ein, zwei Polizei, a Baszd fel a kéket, az Iron Mafiától és a Valami Amerika 2-ből a kurvák és rendőrök, az szerintem zseni. Szigrát se kaptál még az utolsótól? Pedig akartam mondani, na jó, inkább ezt nem is mondtam. Jaj, oké, okay. Kezdhetünk, úgy érzem. Sziasztok. Hello, jó reggelt. Úgy gondoltam, hogy ennek a hétnek a megkoronázásának tökéletes végszó lesz egy másik szimulátorjáték, a Police Simulator. Nem sokat fogunk ma röhögni szerintem, srácok. Úgyhogy igen, tehát így a zenei alapot azt összeraktuk. Természetesen én is akkor már kék inget öltöttem, ha már egyenruha szerűségbe kellene a flangálnunk egyébként a városba. Figyeljétek, a játékról nagyon-nagyon jókat hallottam. Ugye elég összetett szimulátor gémről van szó, amiben van szintén egy progress system. Én főként arra vagyok kíváncsi. Tudjátok nagyon jól, hogy ezek a szimulátor játékok jópofák szoktak lenni, de nem mindegyik jó. Van, amikor egyszer-egyszer játszol vele, oké, megcsináltad, ilyen feladatok, olyan feladatok, oké. Kicsit én nekem hasonlít a Prison Simulatorra, amit nagyon-nagyon szerettünk, mert annak is volt egy tök jó fejlődési, nem tudom, menete. Na most itt is, amit egyébként láttam, olvastam róla, az az, hogy nyilvánvalóan műszakod van. Elindul a műszak, és tiéd a város. Azt jelsz, amit akarsz. Ha akarod, akkor elkezdesz parkolási bírságokat kiróni az emberekre, akik rosszul parkolnak. Vagy hogyha szeretnéd, akkor nézed, hogy kimegy át a piros lámpán, kihajt gyorsan, levillogott, stb. Aztán amikor kicsit összetettebb feladatokat kell csinálni, mondjuk egy baleseti helyszínelés. Fotózni kell, ellátni a sérültet, kihívni a megfelelő embereket, elvontatni a kocsit, drogtesztet, piatesztet, mindenféle teszteket lehet csinálni az emberekkel. És itt jön egyébként a poén faktor, hogy figyelni kell arra, hogy ezt mind hogy csinálod. Tehát, hogyha mondjuk elkezdesz motozás közben kicsit moleszterálni hölgyeményeket, akkor utána le fognak tőled vonni pontot a shifted végén, mert hogy nem megfelelően jártál el. Én kíváncsi vagyok, hogy amúgy mondjuk korrumpálódni lehet-e? Adott esetben egy kis csúszópénzt elfogadni, hogy jaj, hát engedjen már tovább, biztos úr. Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ilyen lesz a játék. Nekem a hangulatot egyébként már az is meghozta, hogy ezeket a zenéket az elején meghallgatunk. Tehát figyeljetek, amikor azért ez nem, hogy elpusztulok egyébként itt az elején. Nagyon kegyetlen. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok. Jaj. Ez mekkora, hát egyébként ez mikor zene? Azt meg se néztem, csak Spotin beraktam. Hát, itt mondjuk az a baj, hogy itt nem is látok ilyet, hogy évszám vagy valami. 90-es évek? Hát nem ma volt, igen. Nem, már 1000 éves. 89-es, 90-es, régi, igen. Egyezünk meg abban, hogy régi. Hol hagytam a munkaruhámat? Hát ez az a baj, hogy nem tudtam időben készülni. Megmondom őszintén, a hét második felébe találtam ki, hogy ez legyen a vasárnapi stream. Pedig szerettem volna valami kis rendőrössel készülni. Akár egy sityak, akár egy jelvény, tök mindegy. Nekem
sose volt ilyenem. Ha szóltál volna, adtál volna ruhát? Komolyan, Geri, mi neked van? Jó reggelt, Slash. Igen, most ilyen kicsit civil rendőrösek leszünk. Hát ez a baj, Asdelár, ez a baj, hogy még egy szexi női rendőrruha sincsen itthon. És egyébként, Geri, itt az Árpád hídnál vagy a BRFK-nál? A rendőrpalotába? Vagy gondoljátok, hallod, Miucsi, ugyanez jutott eszembe, hogy ha már a poén faktor, gondoljátok már el, hogy milyen lett volna, hogyha szerzek ilyen gyerekrendőrruhát. Tudod, ami... úgy feszült volna rajtam, hogy kb. Így meg se tudok mozdulni a székbe, ilyen kis rendőr mini biciklis nadrág, kis felső jelvénnyel. Hát ez így lett volna. Vagy Zsófiéktól is kérhettünk volna, igen. Jaj, tűzoltós is van. Nagyon jó, majd ezekre akkor gondolok. Jaj. Ah, oké. Kemény. Úgyhogy jó reggelt mindenkinek. Azonnal van ottak volna. Ja, viszonylag sűrűn járok oda, Geri. Mert a házi orvosom ott van. Ha tűzoltóssal játszol, még mancsőrjáratos tűzoltó felszerelés is van. Az igen! Na, majd keresni kell akkor egy, nem tudom, firefighter szimulátort, vagy valami ilyesmit. Úgyhogy teljesen jó. Na, úgyhogy srácok, nyomjuk. Van mancsőrjáratos játék. Jó. Nyomjuk. Szerintem nagyon-nagyon poén lesz. A menürendszere egyébként remélhetőleg könnyen megszokható lesz, mert elég sok interakciós lehetőség van ugye az emberekkel. Remélhetőleg gyorsan meg fogjuk szokni. Te bírói talár tudszal. Mi van? Ugyanennek a kiadónak van Firefighter szimulátora. Na várjál. Na várjál. Először is adok nektek képet. Intermisszió. Adok nektek képet, hogy mindjárt megnézzük, hogy... Na várjál, hol van ez? Firefighting szimulátor ott van. Oké. Lehet, hogy megvan akkor a kövi játék. Menj már. Na jó. Figyelj, ez egyébként elég jól néz ki! Oké. Először is ezt azonnal wishlisteljük, úgy, ahogy van. Na, és akkor ugye Police Simulator van ma. Traffic Management Update. Traffic Management Update jött hozzá. Manage different accident scenes. Aha.
Na, látjátok? Tehát, hogy ez például a menü, ami megjelenik majd akkor, amikor interaktálunk egy emberrel. Tehát, hogy mi mindent... Equip stun gun? Figyeljétek! Én ki akarom próbálni, hogy milyen majd valakit sokkolni. U-turn gesture. Aha, tehát, hogy forduljon meg. With the new tools and gestures. Na jó. Én erről nem vagyok hajlandó több videót nézni, mert ezt azonnal játszani akarom. Ez jó lesz. Novemberben még toltam ezt a gémet, lehet, hogy... Mikor egyébként? Ezt meg se néztem. Aha, 2022 novemberi a játék alapvetően. A Pepkóban mindig vannak ilyen kisgyerek szettek, rendőrös, tűzoltós, a sisak elég nagy, hogy a te fejedre is rámenjen. Nekem viszonylag nagy fejem van. Na jó, nyomjuk. Ja, úristen, ott mik történnek. Na, let's go! Istenem! Na, előre félek, hogy mit fogunk csinálni. Jó, Istenem. Biztos úr, maga biztos úr. Fictional work, persze. Egyszerűbb ezt mondani. Egyszerűbb ezt mondani, hogy ez minden csak kitaláció, de majd mi valóságossá tesszük. Hoppá, new unlock. You acquired the urban terrain vehicle. This patrol car is the biggest. Minél nagyobbat. Your UTV will be unlocked with the first patrol car. Ez az. Press any input to continue. General data privacy. Na ja, persze, már azonnal le is fognak hallgatni. Jó, news, the ultimate source of the latest patrol sim. Jó, azt hagyjuk. DLC. DLC az, és itt nem itt szoktam mutatni oldalt, hogy milyen DLC-d van. Police Patrol Officers, Bestseller Simulator Bundle, Construction Sim, Firefighting Sim, Bus Simulator és a Police Simulator egybe 70 euróért megvehető. És 44%-a, az nice. Ah, itt van. Tehát ezt én megkaptam hozzá, ezt az UTV, jó van. Oké, tehát ez a DLC. Először is nézzük a videót. Azt mondja, Borderless Hulking, igen, 2K, Gamma, jó. Hát, V-Sync az rendben van, a 120-ra fogja keppelni. Na, ezt majd nézni kell, hogy mennyire durva. Performance. Traffic density. Control the density of traffic has impact on CPU. This setting playing multiplayer. High Ultra not only has a tremendous impact on the game's performance, it can also result in encountering more violations than usual. Micsoda? Mi? Várjál. Ha növelem, akkor azt mondja, tremendous impact on your performance. Hát akkor hogy? Pedestrian rain. Jó, ez jó lesz médiumon, mert még a végén baleset hátán lesz. Ezen akkor nem is állítok át semmit. You change the resolution? Én szerintem nem change-eltem a resolution-t, azt ugyanúgy natívon hagytam. Jó, audio. Á, pedig azért bíztam benne egy picit, hogy lesz magyar. Jó, emergency, szirén, dialog, music. Jó, game. Force jump.
az nem kell. Enable camera shake. Enable camera shake, a hitting an obstacle with the player car. Azt én kikapcsolom, inkább azt nem szeretem. UI scale, subtitle color, rotate minimap on, radial menu tooltips. Jó, ezek maradhatnak. Controls. Accept callouts, decline callouts, focus mode. Jó, oké, elég sok beállítási lehetőség van. Stop escorting, use tool. Oké, ezzel talán meg fogunk birkózni. Mouse acceleration, nem, controller vibration off, nincs kontrollerünk. Jó, oké. Mehet a karrier mód? A rendőri túlkapás nem jó. Ennek olyasmiről szó sem lesz. Na nézzük. Málé vagy Fimálé rendőr. Aaron Sally vagy Ashley Chang. Választhatok. Jó, először is nagyon fontos. Férfi vagy női rendőrt válasszunk. Addig egy picit elrakom magamat ide. Te majd átvándorlunk. Tehát Málé vagy Fimálé? Nő, férfi, nő. Szadizzon a nő. Egy ilyen női rendőrünk? Jó. Na nézzük. Ashley Chang, Olivia Smith, Mia Torres. Hoppá! Jó, tehát van egy Mia Torresünk. Emma Davis és Ashley Chang. Hát akkor figyelj, biztos, hogy Torresszel. Inverted look az nem kell. Game mode azt mondja, hogy figyelj. The full experience designed for players who want to an immersive experience. Casual. Adjusted balancing and more hints on what's happening around the player makes the game less punishing. If you are playing this game for the first time, it is highly recommended that you start a career in casual mode. This provides useful hints and assistance that guide you. Tehát akkor először azért kellene a casualba, mert az segít nekünk a játék elején, hogy kell csinálni. Bármikor változtatható. Aha, akkor maradunk a casualnál. És a tutorial on. Oké, felkészültünk? Mi a Torres lesz a rendőrlányunk. Szolgálunk és védünk, így van. Itt van a címe. 87-ben született, július 13-án Brightonba. És a family status single. Na. Rendben van. Let's go! Meglátjuk, hogy hol lesz jó helyen a kamera. Ott van, be is lépünk a gépbe. Ott fönt, most pont nem látjátok. Na, figyelj csak, tehát van Melting Pot, Downtown és Brixton. Ezek szintekhez vannak, gondolom, kötve. Oké. Shift Selection. Aha, tehát hogy hol tudjuk fölvenni, majd a következő. You can take 4 days off a week and receive new shift options by pressing it. Mi van? Egy héten 4 szabad napom lehet? Király. Oké, azt mondja Melting Pot, itt fogunk kezdeni. Nézzétek csak, egyelőre annyi, az, amit kitakarok ott. 0/30 csillag, avidizod, ugye, ott vagyunk. Jó, nézzük meg. Hú, na várjál, Melting Pot. Do you want to select this district for this week's shift? És akkor itt vannak a feladataim, nézzétek csak. Compact Police Vehicle, North Point Callout, Parking Tickets. Először parkolási bírságokat fogunk kiosztani. Aztán gyors hajtók. Aha, és akkor radarozni fogunk.
Aztán a harmadik feladat lesz majd, amikor balesethez hívnak ki minket. Guardian Police Vehicle Patrol Car Cruiser. Ott van az UTV. Pullover Signs, Traffic Stops, Flashlight, oké. Okay. Jó, na figyelj, hát itt kell kezdenünk. Select. New shifts available. Azt mondja, a new day in the office, check the available shifts. Jó, szuper, tehát akkor megnéz. Each week you can request up to 4 new shifts by taking a day off. Én mindent is el akarok fogadni. Na nézzük, nézzétek csak, van XP, tehát ezt mondtam, hogy van fejlődési águnk. Nem tudom, hogy ezek csak extra itemeket fognak unlockolni, vagy esetleg nekem is lesznek ilyen perkjeim, vagy valami, tehát hogy jobb lesz a karakter, ezt nem tudjuk. All unlock districts are available, gain 16 duty stars to unlock. Aha, tehát akkor ez lesz majd. Legend, food, car patrol, open, nagyon jó. Figyelj, North Point-on kezdünk, no partner assigned, press M for multiplayer options. Tehát ezt lehet úgy is tolni multiba, hogy társak lesztek. Azt mondja, select a shift. Ez? Na várjál. Nem tudom még, hogy megy. Are you ready to start this shift? Várjál. De mi lehetne még? Más nem. Jó, tehát akkor select a shift, ez. Azt mondja, Brightonnak az első iskoláját 1739-ben alapították. A katolikus egyház... Ó, a katolikus egyházé volt, és csak fiúk járhattak oda. Jó, shift information. Először most egyelőre csak lábon tudok majd menni. Pihe őrnagy jelentkezzen, így van. Oké, tehát... Kocsi nélkül leszek, time of the day morning, reggel, itt van, hogy shift duration, aha, 90 perc és 15 perc között lehet állítani. Nem tudom. A csúszi pénzt nem tudom, hol kell elfogadni, azon leszek, hogy megtudjam. Figyeljetek, állítsuk először egy ilyen 20 percesre. Start shift. Na, nézzük. Ott is van. Ott is van a csodálatos hölgyemény. Ott figyeljétek. Jó, képileg rendben vagyunk. Szuper. Issue parking tickets in North Point. Tehát ez itt a iroda. To protect and to serve. Ott is van. De mi amúgy... Szép. Oké. Azt figyeljétek. Brighton Police Department. Ott van egy ilyen jó kis tablóképünk. Ez az én asztalom. Jó. Rendítsek. Van map. Ott vannak a wanted emberek. Ó, na majd megyünk. Jó, de várjál, megy a shiftem, úgyhogy dolgozzunk. Ó, jó napot, na. It's your first day on the job. Te mi van, te a klónom vagy? Issue parking tickets, so be on the lookout for vehicles violating parking regulations. Be on your guard and show presence when you encounter other violations. Always remember to have reasonable suspicion before you detain someone and a probable cause with sufficient evidence before making an arrest. Now, some days are better than the others, and remember, every day is different. Good luck. Thank you, officer. Az nem én vagyok konkrétan ott bent? Várj, nem tudom megnézni a saját arcom. Ha elég gyors vagyok, akkor szembe tudok fordulni magammal. Ezt te is próbáltad már egy életben, nem? Hogyha túl gyorsan fordulsz meg, akkor látod magad előről. Na mindegy, szóval szerintem az ott az ikerlány. De merre kell menni? Várjál. Oh, ne, lesz majd kihallgatás is! Hallod, milyen mód? Azt hiszem, nem kérdezem meg, hogy őt miért zárták be. Na jó. Holding cells. That person just littered. Mi van? Várjál, valaki szemetelt. Na, figyelj, your first shift.
Welcome to your first day as a Brighton police officer. Your first assignment is to issue parking tickets. Jó, először parkolási büntetéseket kell kiszabnom. If you see any violations during your shift, such as littering or jaywalking, nem tudom, mi az a jaywalking. Mi a János sétálás? Fogalmam sincs. Mindegy, ha szemetelést látok, akkor nyugodtan lehet fellépni ellene. Tilosban átmenni? Átmegy az úttesten. Oké, hát azt akkor lelövöm. Tilosban áthaladni például úttesten. Köszi, köszi. Azért jó, mert van nálam sokkoló. Abba a pillanatban látom, lelép az utcán, ott helyben sokkolom. Én nem szólok neki, én nem fogok figyelmeztetni senkit. Time, date, duration, hát jó, oké. Te figyelj, itt mindent is tudom. Igen? Copy that. Na, hát már jövök is. Várjál, lehet ilyen rendőrbicikli? Nem, ez konkrétan on foot. Hát ez már most rosszul. Azt nézzétek, ez már most rosszul parkol. Igen, azt mondja, focus mode. Focusing on license plate makes them easier to read and see if they are expired. You can also focus on cars on the street and pedestrian. This is especially advisable when they look like a wanted person. Oh, tehát hogyha körözött szemét akarok megtalálni. Lesokkolni aztán gumibot, igen. Exchanging, you might want to take suspicious. Jó. Oké, focus mode, az mivel jön elő? Interact. Na, várjál, először is, tehát, hogy ez így gondolom nem jó parkolás, ugye? Hogy van a fókuszmód? Várjál. Azt hittem azért így ki fogja írni a képernyőre. Fókuszmód az a bal klik, ja? Aha. Hát és ebből honnan látom, hogy lejárt-e vagy nem? Én figyelj, én azonnal adok neki egy parking ticketet. Parking meter expired. Position and alignment. On sidewalks. Az. Tessék. Shift and conduct points. Az ilyen earn points based on your action in the game. Shift points. Oké. Okay. Penalties. For example, asking for ID without any reason will deduct. Na ez az. Tehát, hogyha például úgy kérem el az ő iratait, hogy nincs rá semmi jogom, vagy hát jogom van, de nincs semmi előzménye, akkor azért levonnak majd. Ott már meg is kapta. Press E for details. Encounter report. Áj, tudom megnézni. This car is in violation and you ticketed it accordingly. Oké, ez jó volt, hogy ezt tettem. Hallod, mik vannak itt? Várjál, map? Ó, itt elolvashatok. Nincsen fegyvertartási engedélye. Aha, utána a... Nagyon jó. Oké. De mi szaladok? You discovered a new point of interest. Ne szaladgáljunk már. Az ott mit csinál? Az csak telefonál. Azt hittem már strihel. Mindenre figyelni kell. Rendszám, stb. Mindenre figyelünk is. Hallod, hopp. Yeah, you discovered an point of interest. Aha, de várj, minimapom nincsen amúgy. Úgy látom, itt mindenki ilyen egy lábbal támasztja. Hé, az... Az nem piros... Na, várj, hogy tudom elővenni a sokkolómat azonnal? Tudod, megvárom, míg pirosra vált a lámpa, és ha valaki átsétál... Hopp! Na, mi van, nyanya? Ott már piros van. És akkor most elütnék, akkor hogy röhögnék? Someone just greeted you! Mi van? Így rám köszönnek? Certain interactions with pedestrians and vehicles, like checking an ID or focusing on a license plate,
enter a record in your police computer. The entity history displays all identification data. Wow. The police computer can be accessed with C. Hi there. Vissza is köszöntem neki. És akkor ő most... Ennyi csak, hogy... És most ő miért sárga? Hát azzal meg mi van? That person just jaywalked! Pillanatot kérek, elnézést, őt most azonnal megbüntetjük. Hogy büntetek? Gyere csak ide! Give traffic orders, let go. Issue violation. Nem, először kérek egy ID-t. Sure, here you go, officer. Ott van. Weber Ode. Jó, ezzel csak ennyit tudok csinálni. Ezt visszaadom. Én abban a pillanatban... Az a handcuff. Az szerintem nem kellene. Issue violation. Van szemetelés, jaywalking... Na várjál, itt van. Issue violations. After gaining evidence of a committed violation, punish the criminal. Either issue them a ticket, leave it with a verbal warning, or arrest them for... Aha. Hát, figyelj, igazából csak átsétált. Tudod mit, te vagy ma az első, úgyhogy csak egy verbál. That person looked clearly confused. All right, you're free to go. Enjoy your day. Na figyeljetek, őt most elengedtük, csak egy szóbeli figyelmeztetéssel. You just lost your first CP because you didn't act correctly during the last encounter. Mi van? After an encounter, you can press E and open the encounter report on your board computer. In the report you can read a summary of all events with their reasons and if you ask for their ID, you can even quick check. Takarodj már! Na most erre kíváncsi vagyok. H mint handbook. Actions. Figyelj csak. Asking for ID. Looks like a wanted suspect. Probably committed a crime such as assault, robbery or car theft. Violated any traffic rules by car on or foot. Tehát jó volt, hogy elkértem az ID-t. Oké. Okay. Mit rontottam akkor el? Giving traffic orders for pedestrians. Hol tudom azt megnézni, mert abból lehetne tanulni. Reasonable suspicion. Jaywalking. Pedestrians may break the rules by jaywalking. Jaywalking means crossing a street at a non-designated area or when signs clearly indicate that crossing the street is not allowed. Okay, ez tiszta sor. That can result in a ticket or verbal warning. Officers are authorized to detain jaywalkers, but not to arrest them. Eddig jó. Jaywalkers are obliged to identify themselves when requested by an officer. Ezt is jól csináltam, hogy elkértem az ID-t. Between... Ah, tehát, hogy nem ellenőriztem azt az ID-t? Lehet, hogy az volt a baj? Most simán lehet. Menj át, kérlek, menj! ID nem volt szemüvege. Aha. Várjál, fölmegyek ilyen Magdi anyusba, és így föntről nézek mindent. Bum, nem tudom meglökni egy kicsit. Hello. Mármint nem oda akartam fókuszni.
mozotta ablakokat? Mi a tököm az ott a házba? Ez egy csata? Hát ez... Mindegyik szobában kérdezem. Jó, ki arra nem nagyon figyeltek, hogy valaki oda föl fog nézni. Jaj. Ó, úristen, jó, ez nagyon jó. Tehát, hogyha valaki... Dead person just litter. De melyik? Az? Futás! Police hand gestures. Use hand gestures. Azt szarok rá, csak nehogy elüssetek. Hölgyem! Na, várjál, tehát most szeretnék jól eljárni. Maga szemetelt, úgyhogy adja ide az ID-t. Átadta az ID-t. Ott van. Jó, de nem, nincsen semmi interakció. Ó, a C-t, ha megnyomom. ID check. ID státusz valid, nincsen fegyvertartási engedélye. Jó. Aha, tehát hogyha a C-re rányomok, bár itt nem mutatja sehol a képernyőn, akkor... akkor rá tudok venni. Oké, okay, gun permit nincsen. Tessék, give it back. Szuper. Hát akkor most az van, hölgyem, hogy szemetelésért megbüntetem. Tiketet adok. Én most már... $25. This person looks really sad. Hát szarok rá. Select violation, toggle tooltips. Jó, és akkor most mi? Direct is in the minutes, but as you interview, requires reasonable justification. Detain a prevent from walking on, detaining a pedestrian requires reasonable suspicion. Motozzuk meg. Detain az első. Detain a pedestrian and prevent them from walking on. Detaining a pedestrian requires reasonable suspicion. Aha, tehát ugye ez, akkor figyeljetek, ha most elengedem, ezért is le fog vonni, ugye? Everything's fine. You're good to go. És akkor ezt is, ezt is elrontom. I betű. Event. That person just littered. Your suspicions were strong enough to ask for a person's ID, plus... You trusted your evidence and detained that person for the correct reason. Plusz 10. Na, oké, akkor ezért nem vont le, ezért plusz kaptam mindenből. Király. Amúgy jó a cipőd. Ez szerintem ő túl messze áll. Ilyenkor ennyi? Azt mondja, hogy a figyelj, a parking ticket valid. Oké, először ezt beszéljük meg, chat. Szerintetek az ilyet meg kell büntetni? Ez túl messze áll a patkától? Nem áll túl messze? Az még jó. Oké. Csak kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az akkor, amikor olyat látunk, hogy túl messze van. Jó, jó. Oké. Ó. Arra nem megyünk. Az lövöldözés hang volt. Gondolom ezek se... Hoppá! Expired parking meter. Illegali parking meter. Let's issue a ticket for parking. Nagyon jó. Ez csak annyi, hogy így ráfókuszálok. Aha, és akkor ott van mellett egy expired. Hú, el is vontathatom rögtön. Azt mondja, expired parking meter. Szuper. Ah, és akkor ilyenkor például tudok így fókuszálni. De várjál, ah, nem. Tehát, hogy tudom akkor leellenőrizni, hogy mondjuk... na, és ez?
Ez hol áll amúgy? De várj már, itt nincs is ilyen parkolóra. Nem úgy van, hogy csak parkolóóránál lehet megállni? Mi van a táblán? Taxi stand. No parking. Hát ő... That person just littered! Futás! El ne üssél! Azt kifutott át! Ja, az lehet, hogy csak én voltam. Hát tessenek megállni? De először detain. Ó. Oh. Először is ask for ID. Here, officer. This ID is expired. Tehát itt már látom. This civilian's ID is expired. You can issue a ticket or leave it with a verbal warning. Faszt, én nem fog. Ah, ott látom, hogy expires 2022. 9. hó 24-én. Aha. C. Ott van. ID status expired. Elkértem, és akkor detain, littering. Igen, mert ott van melletted egy centire a kuka. Frisking. This civilian is showing signs of strange behavior. Hoppá! For your own safety, you are now allowed to frisk her. Hogy van a frisk? Mi az a frisk? Mi az a frisk? Direct citizens to manage pedestrian traffic during... Search-nél? Ott van. Na pattan a gumikesztyű! Hajolj előre! Bokafogás! No items be found. Oké. Okay. Elkértem az ID-ját, és most megbüntetem őt szemetelésért. De ráadásul expired ID-ja is volt. Azért is megbüntetem. I have to issue you a ticket for your expired ID. That will be between $75 and $150. My lawyer will take care of it. Persze, rögtön ügyvéddel fenyegetőzöl? Akkor tudod mit? Akkor még megbaszlak izéért is, szemetelésért is. I have to issue you a ticket for littering, which will come... Giving traffic orders to pedestrians. Give traffic orders to pedestrians for their safety during emergencies. You should have a reasonable justification to do so. Open the interaction wheel and select give traffic orders. Then choose between move and wait. Evacuate the area. Hát azért a szemetelés után nem fogom mondani, hogy evakuáljunk. Jó van. Move and wait. Ne. Let it go. Na. Have a nice day! Miután megvágtam körülbelül $200 büntetéssel, azután legyen jó napja. Hoppá! Ja? Te csak köszöntél? Én vissza akartam vissza akarok köszönni csak neked, haver. Greet be! Oké, okay. Na most ő vagy drogozik, vagy... A kettő lehetőség van, vagy drogozik, vagy telefonál, de nem tudom, hogy csak így random megállíthatok-e valakit. Hoppá! Facing wrong direction. Ah, ellenkező irányba áll. Hogy az Istenbe tudott akkor így leparkolni? Hát figyelj, a parking ticket, position and alignment, vagy el is vontathatom. Hogy tudom megnézni a license plate-et, hogy expired-e? Na várjál, hogyha így ránézek, és azt mondom, hogy C, focusing on license plate. Aha, jó, király. Tehát, hogyha valamire ráfókuszálok, és utána nyomom meg a C-t,
Ja, Nozin, pont most jöttem rá. Én nem tudom, ilyenkor you can call a truck for cars that emitting smoke, which can no longer drive, or cars parked in a way just justice... Ó, akkor elvontatom. Bazd meg, ez mínusz 5 pont. Ez például mínusz pont volt, hogy elvontatom a kocsit. Azt én értem, hogy a büntetés rossz irány miatt, az jó, de gondoltam, hogy kipróbálom, hogy mivel, ha elvontatom. Azt szerintem a piroson halad át éppen. Uram! Tessék, csak én megvárom, míg átjössz. Az ugye megvan, hogy most én téged megállítalak azért, mert... Igen! Hallod, a streamen vissza tudjuk pörgetni. Let me have a look at your ID, please. Of course. There you go, officer. Azt mondja, vehicle information. Gregorio Mori. Nem, ezt én visszaadom, ezzel nincsen baj, de azért megbüntetlek téged. Azt mondja, issue violation, jaywalking, de jó fej leszek, csak egy verbál cucc. De ez miért mínusz? Miért mínusz pont az, hogyha nem megbüntetem, hanem csak ending your shift? Nem, az is számít, hogyha piroson megy át. De ezek full pirosba mennek át. Mi a fasz? Na mindegy. Hol adom le a shiftet? Merjen, az hogy mutatja? Aha, oda kell fölmenni. Tudok waypointot lerakni? Set waypoint. Maradjunk annyiba, hogy minimap nélkül egy waypoint, az vi... I stopped you because I saw you littering. I didn't even have anything on me. Még hazudsz is! Your ID, please. Sure, officer. Az elején zöld volt? Lehet, hogy az volt a baj. Hoppá, neki van fegyvertartási engedélye. I smell cannabis! Na várjál! Azt mondja, I smell cannabis, de az hogy... Allow me to do a pat-down search in case you're carrying anything illegal. No items could be found. Searching is more invasive than frisking and requires portable because a person is driving under the influence of drugs. Hát az... I need to do a search on you to see if you're carrying anything illegal. Let me alone! Tessék visszajönni! Haló! Erősítést kérek! És mit tudok vele csinálni? Elmenekül! Visszajön! Hogy tudom megállítani? Hát de le akarom bunyózni, vagy valami. Haló! Nem tudok semmit csinálni vele, srácok, mi... Le. Nem, még nincsen olyanom. Jobb klik, bal klik. 1, 2. Az mi?
Várjál, ez micsoda? Ott van! Várjál! Ott megvan, megtaláltam! Reload! Reload! BPD! Dir! Azaz! Ott van! Rajtek! Ki? Na tessék, azt abba a pillanatban handcuff! Narkotikumok miatt illegal weapon, fleeing. Nem, inkább csak a fleeing. Please step onto the sidewalk. Please, no. Igen. Call RS Transport. Úristen, micsoda? Meg lehet azért büntetni, mert elszaladt. Drinking in public is. Amúgy miért az út közepén állunk? Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. Jó van. Tessék, most ide kisétálunk szépen. Na! Hát hallod? Rögtön az első shiftem végén már ilyen. Hát nézzeg. Ott jön. Hát zseniális. Just park nearby. Őt már nem tudom. Nagyon jó. No choice. Hát nincs. Konkrétan sokkoltam már szerintem. Hát de figyelj, elszaladt. Csak úgy tudtam megállítani, hogyha sokkolóval hátba lőttem. Gondolom ezért plusz pontot nem fogok kapni. Ó, de! Plusz 55-öt? Na ezt figyeljétek! Tehát mi történt? Megállítottam valakit azért, mert szemetelt. You correctly explain the person. Értem, tehát a detail-nál kell mindig kezdenünk, hogy megmondjuk, hogy miért állítottuk meg. Aztán elkértem az ID-ját, tök jó. Cannabiszt érzékeltem a levegőbe. Nem találtam semmi illegálisat nála, kétszeri keresés után se. Majd elkezdett elszaladni. Figyelj! Jogosan jártam el, srácok. Plusz 10 pontot kaptam azért, mert a stun gunnal lőttem hátba. A gyanúsított menekülés közben tarkon lőtte magát. Esküszöm, így történt. A második kerését... Found illegal item. Igen. You search, discovered some illegal items carried by the person. És akkor azért kezdett el elszaladni, mert megtaláltam nála a ganzsát. Király! Na, figyeljetek, most akkor le kéne adni a... De hát, hogyha én közben megyek hazafele és látok valami gyanúsat. Yo! Hey there! Milyen ez már másodjára köszön nekem. Jaj, nem ezt akartam megnyomni. Ez mondjuk egyébként jó pofa, hogy azért így jelzi a játék, hogyha... Hopp! You discovered. Aha. Tehát jelzi a játék, hogyha valami történik a környezetemben, és akkor utána kell észrevennem. Tehát figyelj, ez hogy áll? Haló? Ez nem jó irányba áll, ugye? Nem igazán. Parking ticket. Position and alignment. On sidewalk, too far to the wrong direction. The shift is long over. Ja, aha, tehát már régóta lejárt a shiftem, tehát ezért már nem kapok pontokat. De ez meg milyen már? Érted? Lejárt a műszakom, de akkor most már szemet kell hújni mindenfele. Tehát, hogyha most az orrom előtt lőnek le valakit, és kezdenek el szaladni, akkor maximum ráköszönök, és azt mondom, hogy további szép napot, majd a shiftem, a következő shiftnél találkozunk. Azért remélem, engem nem ütnek el. Nincs túlóra. Hát nincs. Ne legyek túl buzgó. De hát ameddig még csak ilyen kis emberke vagyok, hogy így csak az elején tudok
Az igen. Na jó, nézzük akkor, hogy milyen, amikor lejár a shift. Figyelj, elméletileg behozattam valakit. Egy drogost. De ezt be se hozták. Vagy nem tudom, hogy azonnal lelőtték. Nem tudom, hol van. Igen, és akkor end shift. Ó, ez nagyon jó! Mia Torres. Itt volt egy mínusz 10 pontom. Itt volt egy mínusz 5, mínusz 12. You unlocked a new tool. Radar gun. Aha. You unlocked a new call-out type. Report speeders. Aha, mert most ez fog következni a feladat listámba. És egy új neighborhoodot. Aha. Oké, itt az látszódik, hogy shift evaluation, total shift point, ezt most pont nem látjátok, 141. Hát a conduct pont az mínusz 27. Lost CP penalty mínusz 18. No partner bónusz, tehát ha egyedül vagy, az plusz pont. 28. És district XP 151. Na most a melting pointnál lehet látni, hogy ugye egyet már megszereztem. Tehát most 200 pontot kéne gyűjteni. Aha, na, és akkor itt rá tudunk menni, figyeljetek csak, hogy a mínusz 10-et miért kaptam. Unjustified ID check és unjustified warning for jaywalking. Akkor lehet, hogy ezt úgy kell kezelni, skacok, hogy ha nem ad nekem jelzést a játék, akkor nem szabad megbüntetni. A jaywalking meg a piroson átmenés, ez nem két különböző? Mindjárt megmutatom neked, hogy elméletileg nem, pont elolvastam. New shift available. Oké. Tehát, van lehetőségem ide menni. Ez ugyanúgy foot patrol, 20 perc morning, vagy mehetünk a következő területre, az is foot patrol. Hát akkor menjünk arra. Igen, tehát, hogy most még nincs. Amúgy még jóval nagyobb lesz a map, ahogy látom. Menjünk ide. Take day off, multiplayer option, district information, main menu, legend. Menjünk ide egy ilyen 20 perces shiftre. Be lehet állítani a shift hosszát, piszok, 15 perc és 90 perc között. Assigned areas. Your shift is assigned to an area. Patrol officers shouldn't leave the currently assigned area. Okay. Na, leave the desk. Igen, azon egyszer végignéztem. Tehát az 15 és 90 között állítható, ami tök menő. We've recently received complaints about speeding drivers. Could you pay special attention to that? I can take that. Oké, okay. Na figyeljetek, ott van. Ott, az nem gyenge. Hát ezt várják, kiállok ide a sarokra. De mondjuk pont nem egy lámpánál kéne megállnom, szerintem. Jó. Na várj, de hogyan? Azt mondja, report speeders with the radar gun. Ja jó, annyi csak, hogy ezen a területen. Jó van. Radar gun, equip radar gun, oké. Radar gun helps you identify speeding vehicles when patrolling on foot. Most residents follow Brighton's roads traffic law, but there are a few who drive faster than the speed limit. Oké. Azt mondja, egyébként a tabbal. Ja, mert nyomva kell tartani a tabot. Várjál, that person just littered. Már megyek is.